egyrészt a gasztronómia, másrészt meg a rejtélyek, titkok témakörben szervezünk programokat a kiállítóterekben. Dombi Ildikó ügyvezető a három témában beszélt arról, hogy milyen területeken csatlakozik Gyula a Múzeumok őszi fesztiváljához az elkövetkezendő két hétvégén. Ezen a szombaton a gasztronómia lesz a fókuszban, a látogatók az ismeretterjesztő előadások meghallgatása mellett különlegességeket is kóstolhatnak. A kastélyban Dobos József receptje alapján készült csokoládéleves lehet fogyasztani, a várban pedig malassültet kínálnak a látogatóknak, de a többi kiállítótérben is meglepetésekkel várják az érdeklődőket. Az Erkel házban reformkori étkekről hallhatnak, Kovács Anett történész lesz az a tárlatvezető, aki ebben a témakörben előadást fog tartani, és itt levendula limonádé készül majd, amit megkóstolhatnak az odaérkezők. És hát valamikor nagyon népszerűek voltak a zsúrok, hát hol is szerveznénk zsúrt, ha nem a Ladics házban, és hát az akkori szokásokról Zeke Adél fog majd előadást tartani. És Kohánnak jó néhány képén van gyümölcs csendélet, és ehhez kötődően a gyümölcsök ízléses tálalásáról hallhatnak majd a Kohán képtárban. Dombi Ildikó a műsorban elmondta még, hogy az év hátralévő részében több programmal várják a látogatókat az Almási kastélyban, az egész család számára kínálva látnivalókat. November 8-áig meghosszabbították a Herendi kiállítást, jövő hónap közepén pedig megnyílik az Eltemetett Vár című időszakos régészeti tárlat.